hagyományos kenyérszentelő és parasztolimpia topolyán, a művelődési ház munkálatai. Templom búcsú Bajsán. Az Art Galeriben megnyílt a Barcsai Mester és tanítványai a Délvidéken című vándorkiállítás. Döntött a Nagyapáti Kukac Péter képzőművészeti díjbíráló bizottsága. Köszöntöm kedves nézőinket, augusztus 18-ai híradónkat látják. Szombaton a topolyai Sarlós Boldogasszony nagy templomban a délelőtti ünnepi szentmisén megtartották a hagyományos kenyérszentelőt. Főtisztelendő Fazekas Ferenc, tiszamenti főesperes áldotta meg, majd Kislinder Gábor, a helyi közösség végrehajtó bizottságának elnöke szegte meg az új búzából sütött kenyeret, amit fiákeres felvonulással vittek a vásártértől a templomig. Délután pedig megtartották a 4. vajdasági parasztolimpiát, melynek győztese a zentai Kaszás Dávid, második lett a topolyai Kulai Fekete Denis, harmadik a szintén topolyai Kelemen Lajos. Rekordszámú 1 hián 500 versenyző nevezett be az erőt, ügyességet, de furfangot és tudást is igényelő játékos vetélkedőre, melynek mindössze 20 éves győztese a legnagyobb paraszt megtisztelő címe mellett egy 400 eurót érő tenyészkocát is elnyert. A kísérő rendezvények is nagyon népszerűek voltak. A gyerekeknek volt malac és nyúlfogó verseny, kirakodóvásár, lovaglási lehetőség, mezőgép bemutató és egyebek. A bográcsfőző verseny mintegy 60 csapat nevezett be, jobbnál jobb marhapörköltek készültek. A szakmai zsűri végül Mándics Roland fiatalokból álló csapatának főztjét ítélte a legjobbnak. A délutáni órákban már élőzene szórakoztatta a megjelenteket, a vacsora és az eredmény hirdetés után pedig kezdetét vette a hagyományos utcabál is. Rekordszámú versenyző, nagyon jó hangulat, azt hiszem, hogy ezt is vártátok a rendezvénytől. Ezt vártuk a rendezvénytől, nem gondoltuk, hogy ilyen sok játékos jelentkezik, hiszen most meg kellett húznunk egy határt 48 játékosba, sokkal többen jöttek volna még, de sajnos az utolsó néhány napban már kénytelen voltam lemondani, mert Géza, ahogy számol, azt mondta, hogy 48 a legideálisabb szám, és attól többet nem nagyon tudunk egyelőre látni, illetve a számolás miatt elég nehéz lenne haladnunk a dolgokkal, és ezért 48 volt a jelentkezőknek a száma, illetve végül beugrott még egy srác, és 49 versenyzővel fogtunk neki. Bejáródott csapatként működtök, ez látszik, tehát azt hiszem, hogy az előző évek tapasztalatait is sikerült beépíteni az idén. Próbáljuk minden évben néhány kis változtatást is betenni, és próbálunk úgymond a hibáinkból tanulni, hiszen úgy mondanám, hogy gyerekbetegségeink vannak, hiszen még csak 4 éves ez a parasztolimpia, és vannak még olyan hiányosságok, de igyekszünk mindig gyorsabbá tenni a játékokat, mindig kevesebb legyen az üres járat, amikor az embereknek nincs mit nézni, és nincsen kinek szurkolni. Remélem, hogy az emberek élvezik, én nagyon élvezem. Igaz, hogy egy kicsit azért így fárasztó, tehát ez most már azt hiszem a 6. órája, hogy így szájkaratézunk Nimroddal, de igazából én nagyon élvezem, meg úgy látom, hogy pozitívak a visszajelzések, tehát nyilván azért van ez most már másik évben így, és valószínűleg jövőre is így lesz. Legalábbis én remélem. A topolyai művelődési házban megkezdődtek a felújítási munkálatok. Az irodaház és a színház közötti tetőszerkezet javítását a Gradnya Transz vállalat végzi. A munkálatok 30 napig tartanak. A pénzkeret 911 ezer dinár, ennek 2/3 a helyi közösség, 1/3 pedig az önkormányzat támogatja. Az augusztusi hónapban a művelődési ház további munkálatokat folytat a tájházban és az intézmény kiállítási termében. Nagy Boldogasszony vagy Mária mennybevétele a katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe, melyet augusztus 15-én tartanak. A Bajsai katolikus templom névadójának ünnepén benépesült a templom az ünnepi szentmise alkalmából, melyen sor került a kenyérszentelőre is. A templomot az elmúlt időszakban sikerült szépen mind kívül, mind belül felújítani, köszönhetően a hívek támogatásának. A bajsaiakon kívül a környékről is érkeztek vendégek. A topolyai Szent Gellért cserkés csapat tagjai biciklivel zarándokoltak el az ünnepségre, felidézve azokat az időket, amikor a környékről tömegével gyalogosan érkeztek a zarándokok Nagy Boldogasszony ünnepére. A szentmise után a templomkertben szentelt kenyérrel, süteménnyel, üdítővel, valamint az örök mécses a bajsai egyházközösség alkalmi számával kínálták a híveket. A szabadkai Aracs folyóirat és a Szentendrei Barcsai Alapítvány szervezésében augusztus 15-én pénteken a topolyai Krai Kastély földszintjén található Art Galeriben megnyílt a Barcsai Mester és tanítványai a Délvidéken című vándorkiállítás.
A kiállításon Barcsai Jenő, Balog László, Deim Pál és Konok Tamás műveit láthatja a közönség. A tárlatot dr. Feledi Balázs, művészetkritikus, és Kónya Ferenc, a Barcsai Alapítvány elnöke nyitotta meg. A vándorkiállítás 2010-ben a Duna TV-n indult útjára, és a Topolyai a 23. állomása. Innen egyenesen a Felvidékre, Kassára visz az útja, de számos magyarországi és erdélyi településen is megfordul a közeljövőben. A megnyitó végén Kónya Ferenc a Barcsai Alapítvány nevében egy barcsai könyvcsomagot adományozott a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárnak. A kiállítást szeptember 12-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A Kis Lajos Néprajzi Társaság és a Topolyai Múzeum közös szervezésében szeptember 6-án szombaton 10 órakor kerekasztal beszélgetést tartanak a fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok 8. konferenciája kapcsán a Topolyai Múzeumban Hogyan tovább címmel. A kerekasztal beszélgetés célja körvonalazni a 2015-ben sorra kerülő Topolyai konferencia kutatási projektjét. A cél a hazai és a külföldi fiatalokat bevonni a vajdasági kulturális antropológiai és néprajzi kutatásokba. 2015-ben csak vajdasági témával lehet részt venni a konferencián. A jelentkező fiataloknak szakmai segítséget fognak nyújtani. A jelentkezési határidő augusztus 26-a. Érdeklődni a képernyőn látható e-mail címen lehet. Augusztus 30-án délelőtt 10 órakor a Kishegyesi Ifjúsági Iroda szervezésében ingyenes paintball verseny lesz a Velkertónál. Négy fős csapatok jelentkezését várják, a csapatok száma korlátozott. A személyszállítást megoldják a verseny helyszínére, délelőtt 9 órakor indulnak az ifjúsági otthon elől. A versenyt szalonnasütés és barátkozás követi. Jelentkezés és bővebb információ képernyőn látható elérhetőségen kapható. A Topolyai Petőfi Sándor cserkész csapat fennállásának 60 éves évfordulójára díszünnepséget rendez, melyet a Topolyai moziteremben szerveznek meg augusztus 23-án 17 órai kezdettel. Az alkalmi műsor után elismeréseket osztanak ki, majd levetítik azt a rövid filmet, amelyet a cserkész csapatról készítettek Cservenák Pál helytörténész rendezésében. A díszünnepséget követően kezdődik a hagyományos garden party, melyet a cserkész otthonban szerveznek meg 19 órai kezdettel. A Nagyapáti Kukac Péter képzőművészeti díj bíráló bizottsága augusztus 8-án megtartott ülésén döntött a 2014-es évi díjazott személyét illetően. A bizottság egyhangú döntése alapján díjat Buterer Kis Márta, nagykikindai származású, újvidéki festő és pedagógus kapja. A Nagyapáti Kukac Péter képzőművészeti díj bíráló bizottsága augusztus 8-án megtartott ülésén egyhangúan úgy döntött, hogy az idei díjazott Butterer Kis Márta újvidéki képzőművész, illetve képzőművészeti pedagógus fogja kapni. A zsűri indoklásában, ezt most én azért szeretném pontosan felolvasni, indoklásában azt írja, hogy Butterer Kis Márta alkotásai a 20. századi képzőművészeti újításokhoz kapcsolhatók. A megtalált közvetítő szerepüket magukban hordozó tárgyakat írja át, új összefüggéseket feltáró rendszerbe helyezve, alkotóművészként az állandóság és a változás az emlékek rendje foglalkoztatja. 2010-től festői eszközökkel gazdagított talált tárgyait nem ezzel egészíti ki, és a néphagyományokból táplálkozva, a természetes anyagok szabta mesdjén haladva a vajdasági lét örök tartalmait közvetíti. Tehát ez köznyelvre lefordítva azt jelenti, számomra legalábbis azt jelentik Butterer Kis Márta alkotásai, hogy ezek ilyen nagyon varázslatos munkák, amelyek visszavisznek bennünket valahova a régi időkbe, tehát a néphagyományokhoz, a népművészethez, a régi technikákhoz, mint például a nemezelés, és mindezt kombinálja ő a mai művészet irányzataihoz, illetve tendenciáihoz igazodva. Tehát úgy hoz létre valami újat, hogy megőrzi és beleviszi a régit. Tehát ezek a munkák, hogyha azt nézzük, akkor néhány évszázadot ölelnek fel, tehát onnan húzza a gyökereket valahonnan a nagyon régi időkből, és ez mindez valami nagyon ittenivé és nagyon autentikussá teszi a munkáit. Tehát az, ahogy ő
a megtalált fadarabot valahogy kiegészíti, nem ezzel ezt festi, így nagyon, nagyon autentikus és nagyon vajdasági alkotásokat hoz létre, és azt hiszem, hogy ez a művészetnek az egyik nagyon fontos kitétele is, hogy ugye tükrözze az itteni létet, az itt lévőséget, tehát azt a gyökereit is, és azt, hogy hova tud eljutni, illetve azt, amit a mai kor diktál. A Nagyapáti Kukac Péter képzőművészeti díjat a Topolyai Napok keretében adják át szeptember 15-én. Ugyanekkor a hagyományoknak megfelelően a Topolyai Művelődési Ház kiállító termében megnyílik a díjazott művész kiállítása is. Augusztus 22-én pénteken 19 órai kezdettel Szulák Andrea magyarországi énekesnő koncertet ad a Topolyai Művelődési Ház mozi termében. A belépő 300 dinár, mely megvásárolható a Művelődési Ház irodájában hétköznapon 8 és 14 óra között. A jegyek korlátozott számban kaphatók, bővebb információ a képernyőn látható telefonszámon kapható. A Topolyai szülészeten a múlt héten 6 baba született, egy kisfiú és 5 kislány. A dr. Hadzsi János Egészségházban 2014. január 1-től összesen 115 kisbaba látott napvilágot. Az Elektro Vojvodina jelentése szerint holnap, augusztus 19-én szünetel az áramszolgáltatás Szeghegyen. Az áramkiesésre 8 és 14 óra között kerül sor. Szombaton Krivaján megtartották a 12. Szerb Open Kupa 2014 keretében a 6. úszómaratont. Ezen a 3000 méteres megmérettetésen 51 versenyző vett részt. A legjobb eredményt a férfiak csoportjában a Becsei Úszóklub versenyzője Farkas Tamás érte el. Második lett Milos Bozsinovics az újvidéki Vojvodinából, a harmadik díjjal pedig a kanizsai Enis Beharovics büszkélkedhet. A nő kategóriájában aranyérmet a Becsei Jelena Jecsanszki érdemelte ki. Második lett testvére Jovana, a harmadik díjat a zombori Vladislava Dudukovics kapta. A Topolyai Maratonúszóklub tagjai saját kategóriájukban első helyet értek el, Jablan Anikó, Soltis Éva, Dragan Popovics és Fárbás Endre kiváló teljesítményével. Varga Lívia másodikként, még Pavles Szapun és Branislav Adzsic harmadikként érkezett a célba. Az úszómaraton abszolút győztese Jablan Anikó és Farkas Tamás lett. A mai nap elkezdett esni az első, nagyon, hát először is megijedtünk, hogy majd rossz idő lesz, de éppen kialakult a 11 órára az idő is, úgyhogy napsütésben úsztunk, a víz hőmérséklete az nagyon kellemes volt, még a társaság is. Elégedett vagyok az elét eredményemmel, teljesen jók voltak a földítelék, a szervezéssel, meg vagyok elégedve. Múlt héten sikerült nyernem Afatinban, meg Kanizsán is, hogy reménykedtem itt is a jó eredményben. Kedden folytatódik a szép napos idő, csak délután növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet. Mindenhol 25 fok feletti értékeket mérhetünk délután. Szerdán, augusztus 20-án nemzeti ünnepünk napján gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet. Elszórtan várható zápor, zivatar. Élénk lehet a déli szél. 27-28 fok körüli csúcsérték valószínű. Csütörtökön borongós idő várható, eleinte több felé, majd egyre kevesebb helyen záporral, zivatarral. Megerősödik az északnyugati szél. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régió Rádiót hallgathatják, és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon, valamint követhetnek bennünket a Facebookon is. További jó televíziózást kívánunk, viszontlátásra!